Az ezüstérem és a serleg jelzi, hogy milyen eredményt értek el az előző szezonban a nyíregyházi futsalosok. Az NB2 keleti csoport második helye azt jelentette, hogy osztályozót játszhatott a csapat, amelyen sikerült kiharcolni az NB1-be jutást. Olyan eredményt sikerült elérnünk, ami párját ritkítja. Én amikor ide kerültem az Élsport Kft-hez, akkor hát mondhatjuk, hogy egy ilyen hobbi futsal csapat volt NB3-ban. Na most két év alatt ugrottunk két ligát. Gyakorlatilag minden várakozás felül múlva, hiszen mi sem úgy terveztük, hogy kötelező feljutni, ha jól emlékszem az elején, hanem hogy legyünk ott az élmezőnyben, vagy legyünk ott az első felében a mezőnynek. Aztán, ahogy szépen jöttek az eredmények, nőtt a kedv is. És megerősítve a keretet, illetve a Lovas Norbi érkezésével egy olyan csapat formálódott ki a végére tényleg nagy betűvel, akik minden akadályt át tudtak lépni, és persze kellett hozzá nagyon sok minden, az ellenfelek botlásai, a mi gyengébb szereplésünkből való feltámadás, illetve az osztályozón egy olyan parádés teljesítménye az NB1-es TFS ellen, amit szerintem nagyon nagy sportélmény volt. Mint a csapatvezetője elmondta, a játékosok többsége marad az NB1-ben is. Szeretnék lehetőséget adni azoknak a játékosoknak, akik ezt kiharcolták, ezt az NB1-be való feljutást, hogy tegyünk nekik ajánlatot, és próbáljunk nekik lehetőséget adni arra, hogy megmérettessenek az NB1-es mezőnyben is. Ennek megfelelően sikerült a keret nagy részét egyben tartanunk. Volt egy idegen légiósunk, egy brazil játékos, ő nem váltotta be teljes mértékben a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy őtől elköszöntünk, ő már haza is utazott Brazíliába, illetve három játékos nem fog maradni abból a csapatból, aki ezt a teljesítményt végrehajtotta. Van az MLS-nek egy fiatal szabálya, egyébként három korosztályból kötelezően szerepeltetni kell játékosokat az NB1-es mérkőzéseken, a 14-es meccskeretbe. Kell 2001. január 1-e után született játékos, 2002. január 1-e után született, és 2004. január 1-e után született játékosnak lennie minden mérkőzésen. A három új játékos, Petru Martin, Krajnák Zsolt és Gyulai József, már ők is bekapcsolódtak az elmúlt szerdán kezdődött felkészülésbe. Erőnléti felkészüléssel megy a csapat, a játékosok bírják, jó kis edzések vannak, de ez muszáj. Az én elvem az, hogy egy jó alappal tudunk építkezni, és szeretném olyan erőnléti állapotba hozni a csapatot, hogy bírja az NB1-es tempót. Ezen kívül lesznek edzőmérkőzéseink, 4 edzőmérkőzés már le van kötve, NB1-es együttesekkel fogunk játszani. A Deac, a Berettyóújfalu, a Veszprém az még kérdőjeles egy picit, ott félúton kellene valahol találkoznunk, és az Újpest ellen lesz a főpróbánk. Bízom benne, hogy a csapat felfogja a játékosok, hogy milyen lehetőség kapujában vannak, hiszen az ország legjobb kispályásai közé tartoznak most már. A bajnokság augusztus 12-én rajtol a Futsal NB1-ben.